puzzle, képfelismerés és még számos feladat várt többek között ezekre a gyerekekre a Nemzeti Adó és Vámhivatal épületében. A tanulók a pénzhét elnevezésű tematikus napok keretében vettek részt a programon. A játékos feladványok mellett a személyi jövedelemadó világába is bepillantást nyerhettek a diákok. Eddig a legjobb feladat az volt szerintem, amikor ki kellett rakni a NAV-nak a autóját. Az nekem nagyon tetszett, meg eddig könnyű feladatok voltak, de ez az egy feladat picit megfogott minket. Hát ez volt picit nehéz, a többi nagyon könnyű volt. A csapatokat osztálytársak, barátok és barátnők alkották, akik a Mezőszél utcai általános iskola tanulói. Kísérő tanáruk szerint fontos, hogy már fiatalkorban megismerjék a pénz értékét. Russai Olivér elmondta, hogy felső tagozatban már olvasnak híreket a gyerekek, tudják, mi történik a világban, így a pénzügyekkel kapcsolatban is felmerülhet számos kérdés, nem csak családi körben. Ezeket be is hozzák a gyerekek, és megpróbálunk válaszolni rá, választ keresni arra, hogy kiné mik történnek éppen, akár csak a kamatot nézzük, akár az euróárfolyamot, tehát csomó mindennel most már tisztában vannak a gyerekek. Azt gondolom, sokkal jobban felvilágosultak a pénzügyekben, mint korábbi évtizedekben a tanítványaink. 5., 6. és 7. osztályos diákoknak szól egyébként a verseny. Őket fogadják ezekben a napokban az adóhivatal munkatársai. Bemutatjuk nekik a hivatal működését, azt, hogy milyen területeken hogyan dolgoznak a kollégák. Ehhez kapcsolódóan ki tudják próbálni bizonyos feladatok ellátását, illetve egy mini vetélkedőt is csinálunk a diákoknak, amelynek a végén szóróanyagokat tudunk, kisebb ajándékokat tudunk adni a diákoknak. Az országos program legfőbb célja, hogy felkészítsék a fiatalokat a pénzügyi helyzetek tudatos kezelésére. A tavalyi évben egyébként nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. Több mint 1100 iskola, 171.500 diák vett részt, csak nem 12.500 órán, 2000 regisztrált pedagógus és 700 önkéntes közreműködésével.